Sziasztok, srácok, a lányok, üdvözlök mindenkit, én a Patrik vagyok, ebben a videóban pedig meg fogjuk nézni ezt az új Ice Spice skint a játékba, hogy milyen is nekem mi a véleményem. Ugye ebből van egy bundle, amit egyébként nem értek, mert külön van az Ice Spice és a Pink, tehát a rózsaszín Ice Spice, tehát külön kell megvenni a skint. Nem az, hogy megveszed az egyik karaktert és akkor stílust tudsz, tehát Eddie Style tudsz benne állítani, hanem külön-külön meg kell vásárolni mind a kettőt, ami szerintem dettó lehúzás, és szerintem nem éri meg, tehát hát okés. Ez nem tudom, hogy más skinnél volt így a Fortnite-ban, vagy ez az ikonik skineknél esetleg megszokás-e, de minden esetre ez például nekem egy kicsit fura volt, és így mondom, hogy micsoda, mert amúgy nekem tetszik a rózsaszín is, csak az feltűnő, nem annyira jó, úgyhogy én maradtam a másiknél, a másikat vettem meg. Úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, nézzük is meg, hogy ez hogyan is néz ki in-game. Nos, ugye, mint azt már tudhatjátok, hogy én nagyon szeretem a letisztult skineket, bár egyébként vannak azért ténylegesen ilyen agresszív, erősen rózsaszínes, effektes skinjeim, de jobban szeretem az egyszerű, letisztult, nem túl csicsázott skineket, mert szerintem tök jól bele tud szolvadni vele a környezetben, nem nagyon tudnak észrevenni, nem nagyon szavarja a szemedet, nem zökkent ki a játékmenetből, és szerintem erre a skinre ezt mindenképpen el lehet mondani, hogy szerintem amúgy clean-en nagyon letisztult a skin, a képernyőn láthatjátok. Ugye én itt például ilyen szintévesztő colorblind módban játszottam, azt hiszem így hívják. Itt annyira nem jöttek át a színek, de majd be fogom állítani itt, és akkor most már így fogok ezzel játszani, ebben a videóban még viszont így láthatjátok. Szerintem egyébként kényelmes, tehát ténylegesen nem nagyon veszed észre azt, hogy így zavaró lenne a skin, nincsenek effektek, nem nagyon feltűnő, szerintem jól néz ki, letisztult, úgyhogy ha esetleg tiszteltetek ezeket a letisztultabb, egyszerűbb skineket, akkor mindenféleképpen tudom nektek ajánlani. Itt láthatjátok mozgás közel Blackbling-el együtt, ugye Chalkine-t, Wrap-et, ilyesmit nem vettem hozzá, de próbáltam azért beállítani hasonlókat. Szerintem amit választottam, Chalkine az nagyon passzol hozzá, az tökéletes. A Wrap-el még talán lehetne kísérletezgetni, de szerintem egyébként az sem rossz. Úgyhogy nekem kifejezetten tetszik. Írjátok le a kommentben mindenféleképpen, hogy nektek mi a véleményetek, nektek hogy tetszik a skin, illetve hogy melyik skint preferáljátok. Szerintem a bundle-t nem éri meg megvenni, illetve a kettő skint egyszerre sem. Választjátok ki, hogy nektek melyik tetszik, és azt vásároljátok meg. Én srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kapcsoljátok be a csengőt. A csatorna tagoknak hatalmas pacsi, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Ha ti szeretnétek csatorna tagságot vásárolni, a leíráson megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok. Most tart egy processzor nyereményjáték, itt a képen látható videónak a végén elmondtam a feltételeket, mindenféleképpen csekkoljátok le, és tudtok nyerni egy Ryzen 5 2600X-es processzort, úgyhogy érdemes lecsekkolni. Kommentben írjátok le, hogy nektek melyik Ice Spice skin tetszik, illetve hogy tetszik-e a skin, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok! Yeah.